Száraz György könyvei már hangos könyvként is elérhetőek. A részleteket megtalálod a voice.hu oldalon. Hallgass bele mindegyikbe, és használd ki ezt a korlátlan lehetőséget. Ha érdekel a munkásságom és a spirituális programjaink, akkor látogass el a YouTube csatornámra, illetve tekintsd meg a napvallás.hu honlapomat. Te a délután Száraz Györggyel. Jó, például egy olyan kérdés is lenne, még visszatérve a legelső kérdésre tulajdonképpen. Akár úgy elképzelve, hogy mondjuk megkapná egy misztérium iskolát Egyiptomba, akkor melyiket választanád? És mi lenne az, amit a mai embernek hogyan állítanád össze az ő képzését arra, hogy egy szellemi úton el tudjon indulni, ahogy szoktad mondani, a beavatás az csak egy elindítás. Tehát, hogy te hogy alapoznád meg, melyik iskolát választanád, melyik templomot? Uh-huh. És mik azok a dolgok, amiket fontosnak tartaná a legelején? Minden... És egy új generációnak, tehát nem azok, akik már ide járnak, hanem... Jó. Ugye annyiban próbálnám, vagy szeretném módosítani a kérdésedet, illetve a választ, hogy picit azért figyelembe venném a jelen helyzetünket, azt, hogy Magyarországon élünk és magyar földre születtünk. Ez azért fontos, mert pontosan úgy, ahogy a magyarság esetében is, hogy az egyiptomiak esetében is számolnunk kell azzal az alapállással és azzal az alapvonással, hogy nem vagyunk egységesek, nem negatív, nem pejoratív értelemben, hanem egész egyszerűen úgy, hogy jó értelemben vagyunk sokfélék. Ebből kifolyólag én mindent mindenkinek nem tanítanék meg, eleve nem is lenne realitás. Miért? Mert hozott anyagból dolgoznánk, vagy dolgozunk, és akkor már sokkal nehezebb is azért mindenkinek mindent lebontania magában, és azt gondolom, hogy mindenkinek megvan az affinitása, megvan a szenzitivitása, megvan a beállítódása, és én azokat térképezném fel először, és annak megfelelően kezdenék egyáltalán bele. Vagyis azt mondanám, hogy mindenképpen az első néhány évet egységesen az alapok lefektetésére helyezném, tehát én azt mondanám, hogy hát minimum, tehát én 3-5 évnél, tehát vagy 3, vagy 4, vagy 5 évnél rövidebb időt nem tudok elképzelni az alapok lefektetéséhez, illetve ezt úgy húzom meg, mint minimum határt, és ettől csak többet. Miért? Mert az én tapasztalatom szerint mindent az dönt el, hogy azok a bizonyos alapok hogyan kerülnek tényleg a helyükre. Ha ez megvan, akkor ez alatt az időszak alatt 100%, hogy kiderül, hogy ki milyen irányban fejleszthető. Részint, mert sok közös tapasztalat, sok közös élmény, és ami a legfontosabb, sok közös nehézség és sok közös kihívás megmutatja az utat. Azt, hogy ki mennyire rátermett, azt, hogy ki az, aki tényleg komolyan veszi, ki az, aki önfeláldozó, ki az, aki egyáltalán hajlandó kötelességét teljesíteni, vagy éppenséggel ki miben tehetséges, ki miben kevésbé. És le kell, hogy valamilyen szinten hántsa mindenki magáról, nagyon fontos mindenki magáról, meg aztán nyilván a szocializáció miatt, társas kapcsolatok miatt, meg majd egymásról is a különböző állarcokat. És hogyha ez, amikor ez megtörténik, akkor már tisztában látja mindenki saját magát, sorshelyzetét, esetleg többieket. És akkor még menet közben végig fenntartom azt a lehetőséget, hogy szabad akarat van. Bármikor abba lehet hagyni, ki lehet szállni, meg lehet köszönni a közös együttműködést, munkát, és utána tovább lehet lépni, mert hiszen, mint említettem volt, a surlódások, a konfliktusok, az egódarálás, a sorsbéli karmikus kiforgatások, tehát azok a bizonyos hétköznapi nyelven csak problémáknak nevezett és konfliktusoknak és nézeteltéréseknek nevezett kihívások szerintem a legjobb útmutatói annak, hogy kiderüljön, hogy ki mit bír, ki mennyit bír, és ki mennyit ér a halpiacon, maradjunk ennyiben. Kicsit olyan, mint a Matrix című filmben, amikor ugye Neót, ahol elkezd Seraph, ha jól emlékszem, így hívják, bunyózni, és nem a nevét kérdezi meg, hanem arra kíváncsi, hogy harc közben milyen. Mert abból sokkal több mindent kiolvas és megtud az illetőről. Ez egy kicsit hasonló, ez csak most jutott eszembe, de talán így könnyebb beazonosítani a hallgatóságnak is, hogy én most miről hadobálok. Aztán a másik fel a dolgoknak, hogy vannak a személyiségfejlődésben is olyan válságok, és utána olyan magaslatok, amik majd
amiknél eldől az, hogy hát lehet, hogy az utolsókból lesznek az elsők, és elsőkből az utolsók. Szóval ezt most komolyan is kölcsönzöm így egy kicsit a Bibliából. Mert én azt gondolom, hogy ma, amit képzelünk magunkról, az lehet, hogy sok tekintetben igaz. De hogy vannak olyan vonatkozásai, amiben nagyon-nagyon benézzük ezt, tehát nagyon mellé nyúlunk, az tuti. Aztán, ami még szerintem rendkívül fontos az alapok lefektetésénél, az a hűség. Hát arról egy külön előadást lehetne tartani, hogy mi a hűség, illetve hogy a hétköznapi és a nem hétköznapi életben ez mi mindent dönt el, és mi mindent indíthat el. Hát szóval én úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog, ami csak létezik. Tehát az, hogy egymásra tudjunk számítani, mert hogy az lesz a vége, hogy miután az alapokat mindenki sikeresen teljesítette, fölépítette, és utána elkezd szakosodni, és akkor már leszűkül a kör, hogy mire. Az nyilván most kicsit így tág fogalom ez, de próbáljuk meg ezeket a perspektívákat nézni. Akkor is az első pillanatról az utolsó pillanatig mindenkinek meg kell tanulni együttműködni. Aki nem csapatjátékos, az már is kihullik. Tudnilik, az isteni tervekben minimum együttműködsz magaddal, értve ez alatt a tetánodat, a szellemi vezetőidet, legyenek azok megtestesültek vagy testetlenek, a felsőbb akarattal, hiszen alárendeled magadat, tehát itt az alázat nélkül lehetetlen, alázat, tisztelet, bizalom, és ez egymás iránti, nem csak az önbizalom. Ez olyan fontosságú, mint mondom, a levegővétel. Régebben ezt úgy mondtam volna, mint a gulyásban a piros paprika, de hát... Ma már a levegővételnél tartok. Igen, mert esszenciális kérdések. Mert ezen áll vagy bukik nagyon sokszor egy komolyabb terv. Nem ott szokott, azért valljuk be őszintén, ahol a legnehezebb az élet, vagy egy... Ha zenéről beszélünk, akkor adott esetben a zenében is lehetnek nagyon nagy kihívások, az éneklésben is lehetnek kihívások. Tulajdonképpen általában azokra nagyon felkészülünk, nem ott szoktunk hibázni. Mindig, amikor lanyhul a figyelem, mindig, amikor egy kicsit átmenjünk a lazábbba, a rutinosabbba, amikor nem figyelünk, nem éberségünket veszítjük, akkor szokott elvérezni nagyon sokszor az adott lélek, és ezért mondtam azt, hogy az alapokra kell nagy hangsúlyt helyezni, az apróságok rendkívüli módon számítanak, de eddig el kell jutni. Tehát ahhoz tulajdonképpen egy életvitelt kell fölépíteni, tudni felépíteni. Nem kell, de nem megy másképpen. Tehát a spiritualitás az nem hobbi. Lehet, de nem. Most kérdezted, hogy egy misztérium iskola esetében, vagy egy komolyabb képzés esetében, amit az ember önnevelésként él meg, hangsúlyozom, ez önnevelés. Tehát itt mindenki magáért csinálja, magát képezi, pont. És csak azt tudjuk kihozni a másikból, ami benne van, mármint, hogy mindenki magából, ami benne van, és nem szabad mássá formálni, nem szabad át bármilyen mutálni. Tehát nem szabad... Erősségére kell építeni meg. Igen. Ugyanis nagyon fontos, hogy a fejlődésben meg kell élni a boldogságot. Nagyon sok ember ma nemhogy a boldogságáért nem küzd, vagy a boldogságnál nem tart, még a boldogulását sem igazán, tehát egzisztenciáját és egyéb alapszükségleteit, elsőrendű szükségleteit se tudja, hogy Isten igazából ki elérni, vagy ki sajtolni tulajdonképpen a sorsából, mert küszködik, mert szenved, mert erőlködik, stb. Ezek azok a dolgok, amiket fel kell számolni mindenkinek. Tehát itt belső fejlődésre és belső válaszokra van szükség, amikről ki fog derülni, mert az idő és a helyzetek alakulása, a élethelyzetek alakulása biztos, hogy meg fogja mutatni, hogy mi az, amit egészen benéztünk, egészen, tehát teljes mértékben rosszul láttunk, és mi az, amit pedig igen, ez a jó út, ezen kell tovább menni. Amik azt gondolom, hogy az alapokhoz tartoznak, és itt megint csak kicsit tág lesz, vagy kicsit távoli lesz így a hallgatóságnak, amiket mondani fogok, de mivel én az életet úgy tekintem, mint a mágia, mint az a mágia működését, minden egy mágikus egészt, ezáltal az élet ismeretet, az élet törvényeit tanítanám maximálisan meg. Ebben van a lélekre, szellemre, istenségekre, angyalokra, magasabb lélekre vonatkozó tanítás, javarészt, és ezeknek tulajdonképpen a hétköznapi életben való megnyilvánulását, alkalmazását, alkalmazhatóságát, és aztán később majd az átültetését. Mert hogy itt nem választódik szét, tehát az a fajta, hát nem borderline, de gyakorlatilag már tényleg ilyen kettéhasító megközelítés, hogy vagyok én, mint
mit tudom én, ember, és vagyok én, mint Isten, vagy mint Imago Dei, Isten képmás, és akkor ez a kettő valahol nagyon-nagyon távol lebeg ebben a mindenségben, és sokszor visszaesek, sokszor felülkerekedik az alacsonyabb rendű, én nem a magasabb rendű, vagy bezárja az alacsonyabb a magasabb rendűt, vagy éppen nem hagyja érvényre jutni, érvényesülni. Szóval ezzel kezdeni kell valamit. Ezt meg kell tanulni, mondom, olyan szinten rutinná tenni, és ehhez kellenek aztán az alapvető ismeretek, és erről beszélgetni kell. És erről értelmes, tehát ezt meg kell érteni. Ugye én azt említettem volt már talán, valamelyik talán délutánon, de ha nem, akkor most mondom, hogy a megértést nyilván megelőzi a megismerés, de a megismeréstől azért egy szép hosszú út vezet a megértéshez, és amikor a megértéshez megérkezünk, akkor már, hát, nem mondanám azt, hogy célban vagyunk, vagy célhoz értünk, ugyanis ha valamit megértettem, akkor az csak egy olvasata, egy narratívája, hogy divatos szóval éljek, ennek az egész sztorinak, de rengetegféle interpretáció, rengeteg szemszög, látószög, nézőpont létezik. És az a jó, hogyha valaki minél több nézőpontba bele tud helyezkedni, de nem kívülről, szóval ne játsszuk azt, hogy alakítunk, tehát hogy eljátsszuk azt, hogy én most helyettesítelek téged, vagy helyettesítek valakit az életemből. Vannak ilyen terápiák, azok is jók, de én most nem erről beszélek, hanem szó szerint itt azzá kell válni. Tehát konkrétan egy kezdő meditáló, egy kezdő spirituális kutató és megvalósító mondjuk a békét tűzi ki célnak, hogy én megbékélek, vagy a békesség állapotáig jutok, vagy megnyugszom, vagy a nyugalom állapotába helyezkedek. Ez nagyon szép és jól, tök jó hangzik. Ezt még akár alapszabályzatba is lehet iktatni. De én azt mondom, hogy ez édes kevés. Magamról beszélek. Magamról nézve, ez édes kevés. Nekem kell lenni a békének. Nekem kell lenni a nyugalomnak. Tehát ez nem egy olyan attitűd, amit ha akarom, előveszem, ha nem, van rajta sapka, nincs rajta sapka, meg így ugyanúgy. Nem. Tessék ezt úgy felfogni, hogy bele kell folyni, ezt hívják azonosulásnak. Azonossá kell vele válni. És akkor nem kell gondolkodni válaszokon, akkor már nem kell, akkor nincs megjátszás, akkor nincs állarc, akkor ez az egész lebomlik, lefoszlik, lemálik az emberről, és onnantól kezdve van ő maga és pont. Ez nem megvilágosodás, amiről én beszélek. Ez messze nem az. Én nem gondolom, hogy ma beszélnem kell olyan dolgokról, amik eleve kimondhatatlanok és szavakon túliak. De azt igen, hogy nagyjából az a fejlődési etap, vagy bocsánat, azok a fejlődési folyamatok, és azok a fejlődési állomások, amelyek nélkül nincs igazi spirituális realizáció, az nagyjából az alapok lefektetésével, az olyan erények kimunkálásával, kifejlesztésével és felerősítésével kapcsolatos, mint az előbb említett mondjuk békesség, de mondhattam volna egyébként az önuralmat, a türelmet, az alázatot mondtam, a bátorságot, rendkívül fontos a harmóniát. És akkor egy idő után majd megjön magától a boldogság, meg a szeretet, de azokat nem első helyre, meg második helyre tenném, mert, na, szóval végig kell járni néhány szintet és osztályt, és akkor fog ez megvalósulni. Az pedig, hogy milyen isteni erőket és milyen lehetőséget, kérem, az élettér, illetve az a nemzet, mind karmikus szempontból, mind a mindennapi szempontból, tehát gondolok itt arra, hogy mi az, amit elérhető, mi az, ami közel van, mi az, ami rendelkezésre áll. De ez igaz az élelmiszerektől kezdve, mondjuk a spirituális erőterekig mindenre. Abból főzzünk, azt használjuk fel. Biztos, hogy az nekünk nagyon jó. Tehát ki tudjuk nyerni, fel kell kutatni, fel kell térképezni ezeket, és akkor ez beépíthető. Lelki gyakorlatok nélkül nincs. Lelki gyakorlatok, lelki szertartások, lélek emelő, felemelő szertartások nélkül. Ezen nincs is fejlődés. Nincs. Mert mondom, lehet úgy enni, inni, szórakozni, vagy éppenséggel nagyon komoly gyakorlatokat végezni, hogy az ember amúgy egy világéletet él, és egy idő után ez át tud tulajdonképpen csusszanni egy olyan állapotba, ami szinte állandósul tudatállapot, amikor már nem választja szét ezt a kettőt, mondom, nem hasítja szét ezt a két valóság szintet, hanem ez az egész úgy szépen, finoman illeszkedik egymáshoz. Ez lenne szerintem a tökéletes. Na most, hogyha, de ennek van feminin útja, ami attól feminin, hogy valaki ezt az utat járja, mert ő ezt érzi belül. Van ennek maszkulin útja. De ez belső, tehát ezt most én nem kötném össze semmilyen
fizikai résszel, és akkor ő azt járja végig. Mondom másképpen, van, aki inkább a bölcsesség útját járja, van, aki inkább az erő útját járja, van, aki tehát inkább passzívabb, befogadóbb, odaadóbb, önátadóbb, van, aki inkább aktívan, megvalósítóbb, harcosabb. Ez szerint is érthető. Van, aki szeret ellágyulni, olyan képességei vannak, olyan aurája van, olyan lelkülete van. Van, aki inkább mondjuk kifejezetten példamutató, vagy éppenséggel képességeket használó, erőt demonstráló típus. És van a kettőnek egyébként metszete is, mert a tanítók ilyenek, mert nekik ugye általában ezt azért még vegyíteni is kell, illetve lehet külön-külön is persze tanító egyik-másik vonalon. Úgyhogy én azt mondom, hogy úgy indítanám el, hogy csúnya szóval összezárnám azokat a lelkeket, akik valamilyen oknál fogva egyébként is lehet, hogy összetartoznak, és megnézném, hogy ők hajlandók-e és képesek-e betartani az isteni törvényeket. Ne felejtsük el, a legtöbb gond mindig abból fakadt, amikor az egyébként mindenki által, mármint az adott misztérium iskolán, vagy az adott csoporton belül mindenki által elfogadott alapelveket valaki felrúgta. Tehát megsértette egy törvényt. Mondom, ez nem az a törvény, hogy mit tudom én, akkor most fizetsz 10.000 forintot, mert rossz helyen parkoltál, hanem ezek azok a lelki alapelvek, azok a mágikus alapelvek, amik mindent áthatnak és működtetnek. Ezekkel valamilyen szinten össze kell tudni simulni. Rá kell hangolódni, úgy is mondhatnám, és ez nem lenni zökkenőmentesen. Én, ha lehet választani, tudom, ez előnyökkel és hátrányokkal is jár, én azt mondanám, hogy a mai világban minél korábban kezdi el valaki, annál jobb. Miért? Mert látom azt, hogy milyen az, amikor valaki szinte 0 éves korától ezzel foglalkozik, van, aki tínédzser korában kezdi el, van, aki 20 éves korában kezdi el, ez még oké. Van, aki már 50 pluszosan kezdi egyetem komolyan venni, és bizony ott már mások lesznek a pályaívek. Tehát szépíthetjük ezt, de nem mindenki lesz bölcsebb a kor előre haladtával, nem mindenki lesz nyugodtabb, nem mindenki lesz rugalmasabb. Sajnos ez is benne van egyébként ebben a pakliban, tehát nyilvánvaló van egy vállalása, ami alatt nyög, és nyilvánvalóan nehezebben tud már a személyiség egy ponton túl formálódni, már pedig a legtöbbet, ha lehet ilyet mondani, akkor a mai világban, az nem a lelki adottság számít, mert a lelki adottság az van, és pont. És nem is az, hogy ki mennyire gazdag, szegény, stb., hanem az, hogy itt a kis fejecskéjében ő ezeket a bizonyos erényeket hogyan tudja a megfelelő módon előhívni, tehát mennyire éber, mennyire tudatos, és ezeket mennyire tudja életgyakorlattá tenni. Ezen dől el minden, és eltéren egy picit több előnye van annak, aki fiatalabb, tehát az életének az A oldala forog, nem a B, az A oldalasoknak picit könnyebb, mert ott még talán nem égtek be ezek a hibás minták annyira, mint azoknál, akik mondjuk már 50 éve küzdenek ezzel, és most derül ki számukra, hogy te jó ég, valójában fordítva ültek a lóban, vagy mit tudom én, tehát valami hasonló, és ezek nagyon kemény dolgok, és nem igaz az, hogy mindenki egyformán rugalmas. Persze, mindig vannak kivételek, van, amikor a fiatal éppen lázad, stb. Nincs szabályos út, bár beavatásban nem lehet irreguláris út. Ez is egy izgalmas kérdés. Tehát attól függetlenül tehát, hogy valaki 18 évesen érkezik meg ide, mondjuk a feltételezett misztérium iskolánkba, akár 48, akár 78 évesen, az alapok mindenkinek ugyanazok. Tehát itt nincs kivétel. Itt nem lehet elkerülni a tisztulást, itt nem lehet elkerülni a rendet, itt nem lehet elkerülni a törvények betartását, itt nem lehet elkerülni a tanulást, itt nem lehet elkerülni a mindennapi életgyakorlatot, amiben ugye átszellemítjük ezt, átvisszük, átoltjuk, vagy beleoltjuk szinte. Ezt nem lehet elkerülni. Ha te ezt, mindegy, hogy miért, jól csinálod, hatékonyan, akkor így fogalmazod, eredményesen, bravo. Ha eredménytelenül, hát akkor azt is el kell fogadni, de az már értelemszerűen egy kicsit másabb felállást von maga után. Ennyi. És akkor ez ki fog derülni. De hogy nagy csodák nincsenek, az
mármint nagy csodákat értve, nagy csodák alatt azt értem, hogy, hogy az alapok tekintetében nincsenek nagy csodák, mert mindenkire azért nagyjából ugyanazok az alap kritériumok vonatkoznak. Mondom még egyszer, például félelemmentesség. Az egy alap kritérium, hogy el kell előbb-utóbb élni. Nem baj, ha nem érj el tökéletesen, de fejlődni kell benne. Önuralom, önmagunk feletti uralom. Egy szintig el kell ebben jutni. Türelem, elfogadás, bátorság. De mondható olyat, ami furcsa lesz, hogy például önmagunkért való kiállás és megharcolás, hogy úgy mondjam. Aztán a konfliktus kezelés, a különböző problémagondoló képességek működtetése, az ösztönök és az értelem, ha úgy tetszik, az ész és a szív egyensúlyba hozatala. Nyilván mindenki kicsit máshonnan indul, más tónusokkal, más arányokkal. Ezek lennének a legfontosabbak, és ehhez hasonlóan még van néhány ilyen, de hát ezt menet közben az ember felcsipegeti, nem feltétlenül csak tanulással, hanem munkával. Tehát ez természetesen utazások során, közös munka során, együtt töltött rengeteg idő során szinte magától, azért mondtam, hogy kiforog a sorsból, hogy szinte magától megmutatkozik, testet ölt. Nem kell csapatépítő tréning, mert az önmagában, hogy elmegyünk, tudom én, 5 napra vagy 10 napra valahova, már egy csapatépítő tréning. Az, hogy fenntartunk egy csodálatos, mit tudom én, egyesületet, most csak mondtam, vagy egy iskolát, vagy bármit, amit éppen akar a példánkban szereplő valaki, az már termeli és teremti a helyzeteket. És akkor itt lehet igazából csillogtatni azokat az erényeket, amikről beszéltem. És ezt mint egy kiegészíti, mint egy ráül az a sok-sok-sok gyakorlat, amit az ember pedig magának, hangsúlyozom, magának végez. Tehát adott esetben mondjuk megtisztítja magát nap, mint nap. Gyakorolja a módosult tudatállapotok elérését az akaraterővel és a lelki érzékenységgel. És gondoljuk, nem a drogokat, ugye persze? Csak reguláris, csak szabályos, csak törvényes, csak olyan, amit az isteni rendel és törvényekkel összhangban van, elképzelhető számomra. Nyilvánvalóan lesznek tévutak, nyilvánvalóan az ember tökéletlen, gyarló és hibázik, és ezeket is a megfelelő helyen és időben kell lereagálni és kezelni. Tehát itt nem arról van szó, hogy senki nem hibázhat. De vannak dolgok, amikből azért nem lehet engedni, mert ugye nekem kell a rendhez felnőni, és nem a rendet kell állandóan valahogy módosítgatni, meg kivételeket képezni belőle, hogy elfogadtassam az én kis hülyeségeimet. Ugye? Tehát ez is egy érdekes dolog. És akkor ezzel kapcsolatban még egy kérdés, ugye annó beszélgettünk erről, hogy Egyiptomban volt egy korszak, rájöttek, hogy ez csak egy viszonylag szűk réteget érintettek ezek a misztériumiskolák, és akkor, hogy másra van szükség, mert amúgy jólét volt Egyiptomban, nem fejlődtek, hogy ma vajon... Ma nincs jólét. Hát igen, lehet, vagy nézőpont kérdése. Uh-huh. Az a korrupciómból engem kihagyna. De hogy, igen. Ahogy Hofi Géza mondta, hogy... Lenne ma egy ilyen iskolánk mondjuk létjogosultsága vajon? Mivel most már egyéni fejlődési utak vannak, ezért, és az idő annyira előre haladott, hogy nagyon-nagyon nagy szervezkedést igényelne, illetve én azt gondolom, hogy tényleg változnak a szelek, tehát az idők, az időszelei abszolút mások, ezért nem fogunk tudni most már nagyon betartani mindenféle ilyen tradicionális, vagy a múltban még csodálatosan működtetett és működtethető rendszert. Ugye Egyiptomra visszatérve a jólét, ott a papság, illetve az istenségek által nagyon is kemény munkával fenntartott, mint egy ajándékként, mint egy kegyelmi állapotként, korszakokon, világkorszakokon átívelő kegyelmi adományként került a nép birtokába, és a nép ezt élvezte. Ugyan voltak ott is ellenerők, de mint említettem, ott annyira megvolt ez a szabályosság, ez a törvény, a világtörvényre gondolok természetesen, illetve az isteni törvényekre, annak az éltetése és betartása, magyarán ott az volt a sik, hogy valaki betartja a törvényeket, tehát az volt a buli, az volt a követendő, az volt a példaértékű és a méltó, hogy ott igazából a nép egy kicsit lecsúszott abban a
furcsa értelemben, hogy elkényelmesedett, és abban, hogy ő azt a csodát annyira kiélvezte és megszokta, hogy tulajdonképpen nem akart igazából fejlődni, pont. Ugye ma ezért meséltem, hogy ma hát olyan értelem, olyan jólét nincs, mint ami akkor volt, viszont kell a motiváció, hát ma más sincs. Tehát akkor mondjuk, hogy a csoda, a kényelem, a luxus, ne a mai Egyiptomot képzeljük el, az a spirituális fellegvárat, a mágia fellegvárat képzeljük el itt, mint az archaikus Egyiptomot. Tehát ott minden rendelkezésre állt az élet naposabbik oldalának a ki- és megélésére, vagy megéléséhez. Ugyanakkor, vagy ezzel szemben, ami ma megadatik, az tulajdonképpen a teljes káoszhoz vezető és anarchiát sejtető állapotok, vagyis válságot követ. Vagyis hiányállapotok tömkeleg elé fel. Tehát ma a hit az egy hiányállapotból szokott fakadni leginkább, és nem pedig bizonyságból, nem pedig élményekből. Óriási különbség. Tehát nem mindegy, hogy én azért hiszek valamiben, mert az én életemben nincs rend, szeretet, harmónia, vagy mert félek a haláltól, vagy mert beígérnek valami túlvilági üdvözülést, ilyen-olyan csodát, vagy azért hiszek, mert ha nem is naponta, de hetente egyszer-kétszer tartom a kapcsolatot mondjuk a magasabb világokkal, én belül egyedül mindenféle külső ráhatás és segítség nélkül is, tehát azért mondom, hogy teljesen reguláris módon kapcsolatba tudok lépni akár a lelkemmel, akár az őrangyalommal, akár éppenséggel, csak érzetek formájában, és nem feltétlenül kell rögtön kommunikálni, de megvannak azok a lelki élményeim, amelyek engem feltöltenek, olyan társaságba, olyan közösségbe járok, ahol engem szeretnek és elfogadnak úgy, hogy az a fejlődésemet szolgálja, vagyis megvannak a kellő konfliktusok, de azoknak van is értelmük, és a megoldás is példaértékű, nem pedig valamiféle érdek és egyéb szövetségre alapozódik. Jó, tehát ezek nagyon fontosak, és mind beletartozik. Az összes többi pedig a mai világban szerintem már fel fog olyan szinten lazulni, hogy azok, akik majd most fogják elkezdeni a fejlődést, ne felejtsük el, hogy ők általában 2000 környékén vagy azután születtek, ők már egy más programot hordoznak, mint mondjuk a 30-40 évvel ezelőtt születettek, és ez a más program, ez a másik program, ez azt jelenti, hogy más az aurájuk. Ez azt jelenti, hogy ő bennük, ha le nem rombolják magukat, és itt az idegrendszerre, vagy éppenséggel a különböző drogokra és hasonló durvaságokra gondolok, tehát hogyha nem tesznek magukban kárt, akkor ezek az aurák és ezek a lelkek már sokkal könnyebben, mondhatnám azt is, hogy gyorsabban, mondhatnám úgy is, hogy látványosabban, beindíthatók magasabb szellemi, vagy isteni szellemi impulzusok által, vagy hatására. És akkor lesz ez egy csoda. Az lesz egy csoda. Az pedig, hogy nyilván a generációk majd váltják egymást, az nyilván benne van ugyanúgy a pakliban, de valljuk őszintén, hogy aki nem tud lépést tartani, nem tud változni, nem kor kérdés, amiről beszélek, ez egy tudati megöregedettség, vagy fásultság, vagy kiégés. Tehát aki nem tud ebből kilábalni, mert nem akar, mert annyira bele, hát nem a kényelmet szokta meg, hanem éppen az ellenkezőjét, tehát annyira erősben a diszkomfort érzet, onnantól kezdve nem akar változtatni, ha nem akar változtatni, ha nem tud kilábalni a válságából, akkor csak abban bízhat, hogy esetleg majd a következő generációk tesznek annyi pluszt, tesznek annyi jót, hogy ez rá is hatással lesz. De mint említettem, a szabad akaratot nem lehet áthúzni semmilyen létező egyéb törvénnyel, addig, amíg szabad akarata van és lehet valakinek. Most jó hír, hogy a tudatosság irányába törekvőknek lesz egyre több és több lehetőségük. Főleg a lebontás területén. Tehát mind az illúziók lebontása, mind a felesleges szükségletek, felesleges vágyak elengedése kapcsán lehet majd nagyon nagyokat előrelépni. És emellett pedig mindenkinek azt mondom, hogy keresse a lelkével, a benne lévő istenséggel való kapcsolatot, amilyen módon tudja. Ha pedig esetleg valaki besétál egy olyan
jellegű, akár spirituális, akár vallási, akár bármilyen más beállítódású és jellegű irányzatnak az erőterébe, ami esetlegesen jól csengő, jól hangzó ígéretekkel kecsögteti, ám de a valóságban nem oda vezet, ahova beígérte, vagy amit megígért, akkor pedig nagyon-nagyon-nagyon nagy baj van, mert onnantól kezdve már nagyon nehéz vissza utat, ki utat találni ebből. Nagyon számít ma az, hogy az ember egyfelől nyitott is legyen, másfelől, hogy védekezni is tudjon. Tehát nem szoktunk erről beszélni eleget, de talán kéne, hogy igenis fontosak a szűrések, a tudati szűrések, tehát az, hogy bizonyos helyzetekben nemet tudjon mondani az ember, vagy hogy mondhasson, egyáltalán kialakítsa azt a közeget, amiben ő mondhat nemet, elutasíthat lehetőségeket, és ezért őt nem éri semmilyen bántódás vagy retorzió. Ugye nagyon sok közösség az nem fogadja el valójában a nemet. Mi például olyan értelemben egészen rugalmasak vagyunk, én legalábbis ilyennek tartom magamat és magunkat, hogy nagyon-nagyon tág határok között elfogadjuk az igent is, meg a nemet is. Mert nyilvánvalóan szükség van arra, hogy az ember szabad akarata érvényesüljön. Természetesen vannak határok, vannak szabályok, vannak törvények, amiket azért betartunk, és be is kell tartani, mert, mint említettem, volt, nem lehet csalni. Tehát nem lehet az egó javára dönteni akkor, amikor teljesen szembeötlő, hogy az a rossz. De hát azért mondom, hogy ezt mindenkinek magának kell így beállítani, ezeket a finom hangolásokat elvégezni. Úgyhogy ezért van jelentősége a személyiség fejlődésnek és fejlesztésnek, ezért van jelentősége az egómentesedésnek, mert igaziból itt nem velem vagy mással vívjuk ezeket a csatákat, hanem saját belső háborunkat vívjuk sok-sok-sok éve, és ezeket kell tulajdonképpen nagyon ügyesen csatáról csatára tényleg megnyerni, és igen, nem lehet 100%-os valaki. Tehát itt majd a végeredmény fog számítani, lehet, hogy több csatát veszít, mint amennyit megnyer, de ha a végén nyer, akkor már megérte. Szóval azért mondom, hogy vannak dolgok, amik csak a végén dőlnek el. Pont. Úgyhogy ezt mondanám, hogy körülbelül ilyenekre kell akkor majd egy picit jobban figyelni, és azt tud igazából árnyalatokat látni, azt tud nyitottá válni, azt tudja az előítéletességét vagy az elfogultságait elengedni, aki gyakorolja az erényeket. Tehát megint ugyanadagjuk adunk ki, hogy ahhoz az nem megúszható, az nem elkerülhető, hogy az ember belül lehiggad, tényleg megnyugszik, és egy értelemre alapozott, nagyon-nagyon stabil belső tartást fejlesz ki magának. Mondom úgy, hogy egyébként a saját sorsával és rendeltetésével összhangba kerül. Mert ha ez az utolsó kis apróság hiányzik, tehát lehet valaki nagyon stabil, meg nagyon nyugodt, csak ez sokszor ugye nem veszi észre az illető, hogy az igaziból egy átmeneti nyugalom és egy nem valódi stabilitás, vagy egy kompenzálás, vagy éppen valamilyen elfogadás, stb. Akkor az előbb-utóbb le fog lepleződni. De mi, mondom, azért is bíznánk ezt mindig mindenkire, így külön egyesével rá, mert bízunk az individuális, és hiszünk az individuális fejlődésben. Tehát abban, hogy sokszor le kell menni, alá kell szállni, pokolra kell menni, hogy utána majd az illető egy adott válságból vagy hibából tanuljon. Ezzel semmi baj nincs. De hangsúlyozom, hogy itt nagyon-nagyon össze kell hangolni az egyes közösségeknek a munkáját, és akik ezt majd bírni fogják, azok valóban lelki-szellemi közösséget fognak alkotni. És ők lesznek azok, akik majd ezt a korszakváltást igazából a megfelelő időben le fogják tudni vezényelni, mert ha nem abból áll a korszakváltás, ami ma van, az evidencia, hát ez még csak az előszele, én úgy gondolom. Jó. Nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm, és akkor elköszönünk a kedves hallgatóktól is. Reméljük, hogy tetszett a mostani Tea délután is, és találkozunk legközelebb is. Boldog napot! Tea délutáni beszélgetéseinket hamarosan folytatjuk. Munkásságomról bővebben a Tea délután leírásában olvashatsz.